Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat, akik most a kezükben tartják a Többnyelvűség és Oktatás című kötetünket. Szerkesztő társam, dr. Juhász Valéria nevében is. Ez egy nagyon érdekes kötet lesz, ezt már most megígérhetem mindenkinek. Mindenkinek, aki nyelvet oktat, és az a gondolat vezérli őt a nyelvoktatás során, hogy az angol tanításába hogyan lehet bevonni más nyelveket, vagy a németnek a tanításába hogyan lehet bevonni más nyelveket. Én nagyon remélem, hogy vannak olyan tanulmányok ebben a kötetben, amik a kollégáknak felkeltik a figyelmét, és a nyelvoktatás területén fogják hasznosnak találni. De én azt hiszem, hogy nem csak a kollégáknak szól ez a kötet is, hanem minden olyan diáknak, minden olyan nyelvtanulónak, aki szintén évek óta foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy miért nem tudok úgy beszélni németül vagy angolul, mint az anyanyelvűek tudnak. És én azt hiszem, hogy pontosan ezt a kérdést szeretné ez a kötet körbejárni, hogy hogyan tudunk hatható segítséget adni a nyelvtanulóknak abban, hogy minél ügyesebben tudják kifejezni magukat a tanult idegen nyelveken. Sőt, vannak olyan tanulmányok is a kötetben, amik arra mutatnak rá, hogy az első idegen nyelvnek a tanulása hogyan segíti majd a második vagy a harmadik idegen nyelvnek a tanulását és a tanítását. És azt hiszem, hogy még egy nagyon fontos szempontot kell kiemelnem, ami a kollégák számára, de a nyelvtanulók számára is egyformán fontos lehet, hogy az anyanyelvünknek a precíz tudása, az anyanyelvünkön kialakult nyelvi tudatosság, az hogyan tudja segíteni az idegen nyelvek elsajátításának a folyamatát. Ebben a kötetben ezek lesznek a központi kérdések, és nagyon remélem, hogy ez a bevezető már felkeltette az érdeklődést, és nem csak a magam nevében, hanem minden kollégámnak a nevében mondhatom, hogy a kutatásunknak a legérdekesebb eredményeit próbáltuk ebbe a kötetbe az utolsó 5-10 évből belefoglalni. A Szegedi Tudományegyetemről érkeztek ebbe a kötetbe cikkek a konferencia résztvevőitől, de ez egy nemzetközi kitekintéssel bíró kötet. A Regensburgi Egyetem oktatójának is lehet érdekes cikkét olvasni, mégpedig a történelmi többnyelvűségre visszatekintve, mert ez nem egy modern téma a többnyelvűség, hanem a 18-19. Században már azzal foglalkoztak, hogy hogyan tudnak az emberek rövid idő alatt minél több nyelvet elsajátítani. A Grácsi Pedagógiai Főiskoláról érkezett kolléganőnknek is van tanulmány ebben a kötetben, ő pedig azzal foglalkozik, hogy a többnyelvű osztálytermekben a nyelvi sokszínűséget hogyan lehet a leginkább abba az irányba elmozdítani, hogy a gyerekek ne csak az oktatás nyelvét beszéljék jól, hanem minden más nyelvet, amit otthon hallanak, vagy amit a környezetükben hallanak. A Bécsi Egyetem hungarológia, finno-ugrisztika tanszékének kutatásai is ebbe az irányba mozdulnak el, egy nagyobb európai projektnek a keretében, ebbe is betekintést nyerhetünk a könyvbe, illetve az Innsbrucki Egyetemen, ahol egy kutatási projektben magam is részt vettem, szintén központi téma a többnyelvűségnek a segítése az Európai Uniónak az alapirányelvei szerint. Én kívánok minden kedves olvasónak nagyon hasznos időtöltést ezekhez a kérdésekhez.